Üdvözlök mindenkit, Leirusz vagyok, és ez itt ismét a Force of Nature 2, folytassuk. Na, akkor visszamegyünk, elvileg jól felkészültem, ahogy látjátok, van itt hílelő, és sikerült jó minőségű hílelőt csinálni, mégpedig nem is a normál gyógyítóitalt, hanem a annál jobb minőségűt. Mert ugye kétféle, csináltam egy szökőkutat, mert ugye kétféle van, mindjárt mutatom, meg mondom, ugye először használtam ezt, és most ezt a erős gyógyitalt csináltam, most, hogy volt hozzá hideg kristály, szóval most abból csináltam, és abból sikerült 93 vagy 4%-osnál jobbat nem sikerült kotyvasztanom, de megvan. Lecseréltem az ágyamat, megraktam oda egy ilyen kis éjjeli szekrényt, de aludjunk reggelig, és akkor mehetünk. Lecseréltem a fegyvert obszidián kardra, van ez obszidián buzogány, nem tudom, hogy fog működni, meg csákány is obszidián lett, valamint ugye megcsináltam a ruházatot, ami ez az jégnadrág, és lecseréltem az amuletteket is erősebbre. Szóval így felfegyverkezve menjünk vissza, aztán nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Remélem, itt most megtaláljuk az ottani bosst. Kíváncsi vagyok. Na, hát akkor menjünk. Obszidiánt azért vigyünk. Okay, meg kipróbáljuk a kardot, hogy hogy működik. Kiderül, hogy merre kell menni. Már nem emlékszem rá. Még ezek a hangok. Nem tudom, mennyi hideg kristályt hoztam. Körülbelül 40-et. Hát ugye... Na, most nem sikerült ellógni. Viszont ilyet is kéne vinni. Pár dologhoz kell. Okay. Követ nem viszünk, mert tele van otthon a kőtárolónk. Na nézzük. Jobbra, és erre kéne tovább menni, bár még erre is lehetne menni.
Na mindegy. Mi ez a hang? Mennyit sikerült szedni? 18-at. Oké. Jó, hogy ez újra termelődik. El kellett mennem a többi része is, kellett gyűjtenem rezet, vasat, mert nagyon. Így nem sikerült. Nagyon megfogyatkozott. Nézzük meg, hogy mi van erre. Ó, barátok. Na. Jó van, akkor használjuk mi is a bunkót. Melyik a jobb? Oké. HP-zódjunk. Ez a gyenge minőségű. De úgy vélem az is egész jól dolgozik. Először gondoltam, elhasználom a gyenge minőséget. Így. Gyorsabb lettem ezáltal, nem? Nem talált. És vigyük. Gyere ide. Na gyere, melák. Ez a buzogány se rossz egyébként. Az anyátok! Ajjaj! HP-zódj. Kicsit sokan vagytok.
Ó, elfogyott a 8-as. Oké. Oké. Na. Most alig, hanem jobb minőségű. Ez közepes minőségű. Húha, ez meredek volt. Nyomgattam a 8-as, közben elfogyott. Ódás, már megint. Gyere ide. Kemények ezek, more. Oké. Ennyi? Fasza. Látom, elég keszekusza itt a plac. Ó, rubin, az jó. Ez is ennyi. Jól van. Szépen így feltérképeződik az egész. Menjünk tovább.
Én is tudok ám. Miért csak engem? A skorpió miért nem ég? Neki is égni kéne. Jó van, mondják. Ti akartnátok? Na. Elfogyott megint. Na, ezek már jó minőségűek. Ó. Megy felfele, mint a muszáj lenne. Na, akkor ez is ennyi. Az elvileg 100-at visz fel. És igen. Ezt miért nem lehet? Hello. Na jó. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Jó, elmegyünk erre. És akkor jobbra kell menni. Jobbra. Oké. Amúgy szerintem nem csúnya ez a játék. Nekem bejön. Irányítás az elején kicsit nehéz volt megszokni. Ugye, hogy például akkor csinálja meg a dolgokat, hogyha közel állsz hozzá. Szóval nem te adod ki a parancsot, hanem csak közel kell állni. Ez fura volt. Ilyen izénk van még. Így van 12.
Na itt elmehetünk jobbra. Nézzük meg. Szerintem ez is ilyen zsákutcába fog torkollani. Jó napot! Na. Na végre! Gyertek ide! Így. Hát akkor ez is ennyi volt? Nem. Még mehetünk. Oké, stamina is. Gyerünk, nyomjad! Nem győzöm nyomni a 8-ast. Oké. Na nézzük. Villám, töltjük fel. Fura, hogy ezt így fel kell tölteni, és nem rakja be oda. Jó, kő az nem kell. Na, ez is ennyi volt. Jó. Akkor így a játék szépen terelget minket, hogy merre kell menni. Akkor megyünk tovább balra lefele. Jó, hogy egyből nyomjuk a kontrollt és egyből fel lehet venni. Így úgymond röpti be. Na menjünk. Oké. Megint elfogyott a 8-as. Oké. Lásszuk be itt a dolgokat. Így né. És... így. Ezek már mind jó minőségűek. Ugye előző is az volt.
Jó néz ki ez a skorpió egyébként. Oké. Oha. Túl nagy itt a plac. Gyanús ez nekem. És úgyhogy nincsenek izék. Semmi farmolható cucc. Ez nekem gyanús. Oké. És még mindig fel. Vagy lehet, hogy visszahozott. Visszajutottunk a legelejére. Hoppá. Nem, ez kell nekem a meleg. Oké. Viszek ilyet is. Oké. Erre semmi. Erre semmi. Oké. Ja, ötös. Egyébként lehet csinálni ilyen jégnyílveszőt, azt majd ki akarom próbálni, elvileg sebez és lassít, úgyhogy fogok majd csinálni, kíváncsi vagyok, hogy az milyen. Gyanús, hogy nincsenek ellenfelek. Oké. Ez szivat? Jó keszekusza itt a dolog. Vízbe a mállásba. Most de sok mindenhez kell a szeg meg a deszka, és nem akarok alapanyagot felhasználni erre, hogyha itt készen van,
Na ne szívass már! Jó, ez sokáig tölti. Fasza. Melegbe vagyok. Az nem jó. Nem jó a meleg cucc. Az baj. Ezek szerint melegebb cucc kell. Fasza, ide kell hoznunk kizét. Kell hoznunk meleg cuccot, meg... izét, teleportot. Oké. Kérdés az, hogy... mit tudunk ezzel kezdeni? Lángoló nadrág. Bélelt szövet. Borostyán. Ú, mindez borostyán kell. Én meg egy elhasználtam a izékhez. Jó, van borostyánom. Úha, kicsit megijedtem. Jó, hát akkor... össze kell rakni a ruhának valót. Kellene még egy ilyen izét lerakni, tárolót. Bambuszkosár, talán... szekrény 2x4, ez 2x2. Szekrényt rakunk le. Deszka kell, meg szeg. Még jó, hogy van deszkánk és szegünk. Hű, mekkora ez. Ide rakom, mert lehet, hogy a sarokba is akarok valamit rakni. Mert nem férnek el a ruháink. Jó. Na nézzük akkor, mi kell. Kell borostyán. Az itt van. A rubintot ezt lerakom. Na, akkor nézzük. Kezdjünk a nadrággal. Lángoló gatya. Erős cérna, durva bőr, meleg szőrme. Terőszénánk nagyon nincsen. Ezt akkor kell csinálni. Rostos kapor, de jó, imádom. Félek, hogy ezt gyártani kell. Van kerti törpém is. Jó, akkor kell csinálni rostos kaprot.
Rostos kapor. De jó, hogy csak ennyi minden kell hozzá. Mocsári víz, iszap, zöld lötyi. Oké, kell az a zöld lötyi. Oké. És még mi? És pókháló. Elvileg az is van. De van ám. Akkor már legyen minden 50. Na nézzük. Jöhet. Gyártódjon, gyártódjon! Elvileg a mocsári kapora szűk keresztmetszet, úgyhogy legyen még. Így mi. Na, amíg az készül, addig veszek magamhoz trágyát. De előtte lepakolok. Ezt meghagyom, mert majd még kell obszidián. Oké. Nem törött, hanem vas töredék, ez mehet, ez réz, szuper. Van nálam kő, majd le kell dobni. Ezt a zsákvásznat lerakom. Jó. Veszek magamhoz. Ebből majd lesz szemét. Használjuk a szerves trágyát. Oké, valószínű víz kell majd hozzá. Oké. Huszonnyolc. Ez még nem lesz elég. Ez alig, hanem ez nem melegházban kell készíteni. Na jó, elkezdjük addig ültetni. Mocsári víz kell hozzá. Múltkor elugrottam a mocsárhoz vízért. Így.
Mocsári kapor, oké, mehet. Várjál, rostos kapor, nem mocsári, rostos, rostos kapor kell. Fogyott. Megyünk a következő adagér. Annyira összetett, egy hülye cucchoz annyi mindent kell csinálni. Oké. Na, az elején már el is készült, ja, de ez mocsári kapor. Jó. Ide tudok még rakni rostost? Tudok. Na. Jó. Megnézem, hogy mi kell még a ruhához. Lángoló gatya. Oké. Durva bőr talán lesz. Bélelt szövet. Ahhoz is rostos kapor kell. Ej, de jó. Jó, akkor az első termésből csinálok erős szérnát. Okay. És a másodikból csinálok azt a bélelt szövetet, vagy mit. Ja. Mindjárt meg lesz. Rostos kapor elkészült. Ezt már megvárom. És akkor megyünk. Elültetjük azt is. Ide átköltözök majd, itt lesznek a ruhák. Ez pedig felszabadul, oda rakhatok mást. Na, akkor ez megvan. Oké. Na. Hova mész? Sajnálom, hogy ez nem ad magot, úgy lenne az igazi. De hát ez van. Jó, kezdjük itt. Rostos kapor. Kezdjük itt, mert kell mocsári víz. Addig kezdjük el csinálni a erős szérnát. Oké. Míg az készül,
Addig... Óha! Elfogyott a mocsári vízünk. Az nem jó. Lehet, hogy el kell menni a mocsárhoz. Na. Akkor nyomjuk. Ebből pedig lesz majd a bélelt szövet. És ennyi, elfogyott. Elfogyott. Jó, nem baj, még maradt rostos kapor. Akkor elindítjuk a többit. Azt mondja, hogy szövőszék, ha minden igaz. Bélelt szövet. 25. Hát ez nem sok. Az nem sok, de legalább kevés. Na nézzük, hogy mi kell még. Azt mondja, hogy gatya, lángoló gatya, durva bőr és meleg szőrme. Jaj. Durva bőr, meleg szőrme. Durva bőr. Nincs meleg szörmink. Ne szívass. Meleg szörme hol készül? Jégszövet, oké. Lehet, hogy a állati dolgokban van meleg szörme. Így van. Oké. Igen, mert azt úgy farmoljuk, az nem gyártódik. Na nézzük. Lángoló nadrág. Egy. Oké, nézzük. Lángoló páncél. Ahhoz kell a bélelt szövet. Nincsen helyünk. Jó, hát az készül. Jó, és lángoló kesztyű. Oké. Szerintem mindent meg fogunk tudni csinálni. Viszont a hideg ellen méreg, életerő, hőség ellen. Hideg ellen nincs valami amulett. Hűvösség amulettje. Nincs. Hőség elleni van. Oké. Egyelőre nincs. Állunk ide, hát ha gyorsabban megy. Illetve nem hát, hanem gyorsabban is megy. Addig betakarítom a cuccot. Szerintem én ezt elrakom, mert
Később biztosan jól jön. És akkor nem tudom, hogy mit kell belőle csinálni. Inkább arra tartogatom, hát ha máshoz is kell. Így. Nem kraftolom el feleslegesen. Na, akkor ez megvan. Van 22, az remélem elég lesz. Jó sok cérnát csinálok. Mit ne mondjak. Bízom benne, hogy ez a... Még itt van 40, meg itt van durván 40. Remélem az elég lesz. Nagyon bízom benne. Jó, addig... Pókháló az nem kell. Nyálka nem kell. És ezek a mocsári cuccok se kellenek. Mit keres itt a trágya? Nem itt a helye. Ez mehet ide. Így. Oké. Hát erős szérnával nem lesz gondunk. Egy perc és elkészül. Lángoló csukja. De menő. A meleg cuccot fogom lecserélni. Meg ezt is le kellene cserélni. Szerintem erre. Legyünk már gyorsak. Ó, készül a gatya. Be lehet rakni a fősőt. Szuper. Lángoló csizma. Oké. Kesztyű. Okay.
Tökfödő. Na, ehhez mi nincs? Durva bőrüm nincs. Jó, mindent kivettem. Úgy tűnik, igen. Mi kell a durva bőrhöz? Durva bőr. Durva bőrfoszlány. Ó, van, oké. Durva bőr. Jöhet. Oké. Lángoló kesztyű. És lángoló csukja. Na, szuper, minden megvan. Szuper, na. Akkor minden megvan, végül is. Azt mondja, hogy ez mehet le, ez mehet le. Ruha, lapanyag, jöhet ide. Jöhet a cérna is. Víz. Mehet ide. Építőanyag. Oké. Borostyán, mehet oda, obszidián, mocsár, mehet ide, jégvilág, oda rakom obszidiánt, és akkor még van obszidián, 20, oly de király. Jó, akkor ruha. Jó, akkor minden megvan, elvileg. Elvileg. Na, hát, ja igen, izének való. Teleport, 10 kő, 5 agyag. 3 ektoplazma. Oké. 5 agyag, 3 ektoplazma. Nem. Oké. És ektoplazma 3, ami nincsen. De viszont tudunk csinálni erőkristályból és ördögkönyvből. És kell erőkristály, amit leraktunk. Ez lényegesen könnyebb, mint a másik verzió, ugye abból több minden kell, ha jól emlékszem. Hát tej, mágikus áfonya, meg hamu, ja. Mégis teljesen mindegy. A lényeg a lényeg. Ektoplazma. Ó, oké. Oké, akkor 3-ból csinál 9-et. Na, hát ez így. Ez így jó is.
Legalább lesz későbbre is. Így. Na. Hát akkor... Menjünk. Menjünk vissza. De mielőtt visszamegyünk, egy rövidke kis szünet.